Sziasztok, Ildi vagyok, az Oriflame termékekkel egy igazi kicsomagoló videó. Most érkezett meg a rendelésem a 9-es Oriflame katalógusból. Kedden indult a katalógus, reggel leadtam egy rendelést, ez a két csomag érkezett szerdán, és szerdán reggel is leadtam egy rendelést, ez a csomag érkezett ma meg. Úgy szeretem leadni a rendeléseimet, hogy összegyűjjön egy ilyen 50 pont, ez 11 ezer forint vásárlás törzsvásárlójáron, és akkor már ingyen postával jön a csomag. Szóval nézzük meg együtt, hogy miket vettem. Újdonságokat, bazártermékeket, és itt még egyéb meglepő dolgok is vannak, a Oriflame ajándékok. Kedvencem a spárga ízesítésű levespor. Nagyon egészséges, rostokkal, fehérjékkel, természetes. Másfél-két deci víz egy adagolókanál porra, forró vizet ráöntök, és van kész egy egyszerű, gyors, tápláló, laktató, kevés kalóriát tartalmazó leves, borsó, fehérje, tojás, 21 adagot tartalmaz, és kiszámoltam, lehet, hogy soknak tűnik az ára ugye elsőre, de kiszámoltam, hogyha lebontom törzsvásárlójáron, mert tudjátok, törzsvásárlóknak minden 20%-kal olcsóbb, 360 forintra jön ki egy adag egészséges leves. Ha pedig úgy vásárolom meg, hogy előfizetésben, tehát kampányonként, katalógusonként egy darabot belőle, akkor három darab vásárlás után a negyedik ingyen van. És ha így osztom le az árat, 260 forintra jön ki egy adag egészséges és finom, gyorsan elkészíthető leves. Mutatom tovább a dolgokat. Újdonság a katalógusban. Az Eszenciál sorozatból megjelent egy papajás arckrém és arctisztító. Ez az Eszenciál egy nagyon kedvelt sorozat, mert bőrgyógyászat által tesztelt, és az érzékeny bőrűek is szeretik, és ez most egy ilyen klassz nyári gyümölcsös illat. Újdonság, a Feel Good sorozatból ez a energizáló tusoló zselé, ennek van EDT-je is, kölnie is, kétféle illatban. Én azt a yuzu mentásat választottam, mert ilyen citrusos, kellemes citrusos. Azt kell még tudni erről a sorozatról, hogy eszenciális olajokat tartalmaz, tehát nem szintetikus dolgokat, hanem magukkal, ezekkel az eszenciális olajokkal egy ilyen aromaterápiás hatása is van. Na, ezt jól megmondtam, de remélem körülbelül érthető volt. Pár dolog van itt, amit bazárba vettem, nem, még van itt egy rúzs, ami nem bazártermék, de megmutatom, egy nagyon szép piros rúzs, ez pedig a 3561-es és a Obsession Color Obsession sorozatból egy nagyon szép piros rúzs. Ezt a barátnőm kérte, mert piros rúzsból sosem elég. Remélem nem haragszik meg, ha kinyitom, de nem fogok vele szocsolni, mert ez nem az enyém. Annyira szép a csomagolása is, és szeretem ezt a fajta rúzs kialakítást én is. Így pedig azért jó az átlátszó, mert rögtön tudod, hogy melyik színű rúzs van benne. Szóval ez nem bazártermék volt, olyan 1000 forint körüli áram volt, és a bazárból, hát ez a mókás kis zokni, ezt még egyszer megvettem, és ezt megmutatom nektek, mert ezt már korábban vettem, hogy ez hogy néz ki élőbe, de hát muszáj volt megvennem ismét, mert most nagyon olcsó a bazárban. Ezek ilyen lurek zoknik, nagyon kis vékonyak, egy pirost, meg egy ezüst színű, nagyon kellemes, és szerettem, és úgy azért vettem meg, hogy most még olcsóbb. Egyébként ajándéknak is aranyos egy ilyen kis mókás csomagolás. Bazárban volt még egy Giordani Side Contour Ceruza a Rose olcsón. Egyébként olyan sok minden van a bazárban, hogy érdemes megnézni a BB magazin ajánlatait, tehát ez a rúzsecset az egyik vége, és a szájkontúra másik vége. Ez egy nagyon jó kis általános szín.
Kikészítettem el az órát, nem vettem föl az órámat, mert azt szeretném nektek megmutatni, hogy ez is most kapható a bazárban, ez egy korábbi termék, és szerintem nagyon szép kis óra, és van hozzá két kis karkötő, ami egy ilyen óraszett, tehát a BB Magazin bazárba találjátok, ez egy óraszett, hát így néz ki a Így néz ki kézen. És azért mutatom meg, hogy hát ha szeretnétek közelebbről is megszemlélni, akkor lássátok, így oldalról is nagyon elegáns, elegáns és szép kis darab ez ez a bazárban. Bazárban vettem még a rózsakvarc gyűrűt. Ez igazi ásványa van, és azért ezt most nem csomagolom ki, ő a barátnőmé, mert hogy ez van nekem már korábbról, ez a rózsakvarc gyűrű, ez mindegyik másmilyen kis szabálytalan, csiszolatlan kő van benne. Egyébként a bizsúk, azok nikkel érzékenység esetén is használhatóak. Jól vettem, a barátnőm is szeretett volna egy ilyen gyűrűt, sőt, vettem még egyet belőle, mert ez barátnőknek akármikor ajándékban nagyon jó dolog. A bazárban volt még egy gyűrű, az Amanda gyűrű. Hát ez egy nagyon dekoratív darab. És úgy vettem észre, hogy ezeket a hatalmas ékszereket a fiatalok nem is a gyűrűs újra, hanem inkább mutató újra teszik. Ez nagyon jó, ilyen szép kis zacskója van. Így néz. Szóval ez az Amanda gyűrű, ez gyönyörű, gyönyörű mutatós. Nem egy kis darab. Nem egy kis darab. Na, ezzel az órával nem néz jól ki, tehát amikor ezüst dolgok vannak rajtad, és persze ehhez azért egy szép kéz kell, és így szerintem a második ujjon nagyon-nagyon jól tud mutatni. És olyan érdekes, ilyen meg van egy kicsit hajlítgatva, és ahogy ő mindig másképp veri vissza a fényt, ő mindig más a színe. Szóval Amanda gyűrű szintén BB Business és Beauty magazinnak a bazár terméke. Azt hiszem, hogy ez a szappan, ez katalógus termék, most nagyon olcsók a szappanok. Ez egy karácsonyi kiadású szappan volt, de nagyon szerettem az illatát. Kis gyümölcsös, fűszeres illat. És kivégeztem egy dobozt. És most jön számomra is a meglepő, ezekbe a dobozokban mik vannak, illetve tudom, hogy mik vannak, mert én rendeltem, de ezt most így együtt bontok. Milyen? Egyszer elmegy a kép, egyszer nem megy el. Szerintem izgalmas, ha így bontjuk ki. Tehát mi van ebben? Tudom, mi van ebben. Ajándékok vannak benne. Pontosabban egy darab ajándék. Egy sminktáska. Az Oriflame ajánló program keretében, tehát Oriflame tag vagy, hozol új vásárlókat az Oriflame-hez, az Oriflame ajánló program keretében ajándékokat kaphatunk. És kaptam én ezt a sminktáskát. Korábban mutattam egy piros kis táskát, ilyen kikos, sötétkék piros, meg pénztárcát, ez annak a kollekciónak, azt hiszem Linea kollekciónak nevezik. Mindig ilyen elegánsan beleteszik ilyen szép kis tárolóba. A Linea kollekciónak a sminktáskája. Megnézem, hogy... Hát most ez az ajándék, erre már nem pályázhattok, most új ajándékprogram van, most gyümölcentrifugát lehet attól függően, hogy hány törzsvásárlót hozol, gyümölcentrifugát lehet vagy ajándékba megkapni, vagy nagyon kedvezményesen megvásárolni. Szóval ez egy korábbi ajándékprogram keretében volt ez a... De jó pofa, tele van fakokkal, azért megvizsgálom, még és akkor van neki egy füle is. Szerintem még ez még akár utazáshoz, még akár táskának is el lehet hordani, kis Oriflame logóval. Szóval itt van egy ajándék, és én úgy emlékszem, hogy van itt még egy ajándék, ez ebbe a dobozomba lesz. Miért van az, hogy egyszer elsötétül, egyszer nem sötétül? Mit csinál ez a kamera? Remélem azért élvezhető valamennyire a kép.
következő doboz, nyitás. Ha még nem vagy törzsvásárló, és szeretnél közvetlenül az Oriflame-től vásárolni interneten, online, 20% törzsvásárlói kedvezménnyel, akkor itt alul az infoboxban belinkelem a honlapomat, ahol minden tudnivalót el tudsz erről olvasni. Egyébként nem kell megijedni, nem kell szépségtanácsadónak lenni, tehát az Oriflame tagok nem kötelező eladniuk. Persze, hogyha szeretnének, akkor pénzt kereshetnek az eladással, vagy akár hálózatépítéssel, de lehetsz akkor is törzsvásárló, vagy csak magad számára vásárolsz, akkor is megéri, hogyha szereted az Oriflame-et, hogy 20%-kal olcsóban, és akkor veszed meg, amikor éppen szükséged van rá, nem kell várni, hogy egy szépségtanácsadó kiszolgáljon. Tehát itt alul belinkelem a honlapomat, ott regisztrálni is tudsz, ha regisztrálsz, megkapom a e-mailben a jelentkezésedet, megkereslek, és mindenben segítek, persze, hogyha kéred, ha nem kéred, akkor önállóan is tudsz az interneten ügyködni, mert egyszerű a dolog, de azért minden tájékoztatót elküldök e-mailbe. Tehát az utolsó doboz, itt van még egy ajándék, a Linea kollekciónak a napszemüvege. Erre kíváncsi vagyok. Bár sajnos ebből ajándék lesz ebből az ajándékból, mert én sajnos nem tudok napszemüveget hordani, mert hogy dioptriás a szemüvegem. Hú, de egy nagyon szép tok van, viszont lehet, hogy ezt a tokot megtartom, akkor is, ha ajándékba eladom ezt a de jó kis tok. Nagyon cuki, egy tok és a szemüveg. Na, erre kíváncsi vagyok, milyen. Gondolom, ez is ilyen csíkos, nem? Fekete arannyal. Hát azért felpróbálom nektek, vagy kíváncsi vagytok rá, esetleg. Felpróbálom, hogy néz ez ki. Persze most egyáltalán nem látom magam, de majd visszanézem a videón, hogy néztem ki a szemüvegbe. És hol az enyém? Hogy ismét látótérbe kerülhessek. Tehát ő lenne a Linea napszemüveg. Szép kis darab. Szép elegáns és passzol ehhez a kollekcióhoz. Úgy látom, egy kis törlőrongyot is kaptunk hozzá. Tehát ezek voltak az ajándékok. És nézzük tovább, mi van a dobozba. További ajándékokat is látok én. Ez a... ha hozol új tagokat az Oriflame-hez, akkor az VIP üzleti klubnak a tagja lehetsz, és mintacsomagokat, illatmintákat, krémmintákat kaptam ajándékba, 1-2-3-at. Kaptam egyéb nyomtatványokat, ilyen kis dossziébe. Ez nagyon praktikus, mert ebben nagyon sokat tudok használni. Ó, itt a törzsvásárlóknak, az új törzsvásárlóknak az ajándékait mutató szórólap van benne például, tehát hogyha most csatlakozol, akkor ilyen ajándékokat kaphat, illetve ezekből választhatsz, ez egy 3 lépéses program, a törzsvásárlói program, 3 kataloguson keresztül különböző ajándékokat kaphatsz, különböző vásárlások mellé. És mi van még ebben? Illatminta kalauz, wellness kalauz, tehát ilyen hasznos prospecting anyagokat kaptam még. Katalógus, természetesen, ha vásárolok a katalógusból, akkor a következő katalógust megkapjuk, egy darabot ajándékba, és ha több darabra van szükséged, akkor tudsz vásárolni is katalógusokat. Ez a következő, ez már júliusi katalógus lesz. Egyébként feltettem már róla az internetre a lapozgató, katalógus lapozgatást, meg tudod nézni, hogy mit tartalmaz. És már csak pár doboz van a csomagomba. Megvettem az illatmintáit, 49 forintért érdemes megvenni az illatmintákat. Az új Feel Good sorozatnak a 2 illatmintáját, ez a Yuzu Menta, ez pedig a gyümölcsös, szilvás, borsos.
mert hát így sokkal jobban meg lehet ismerkedni. 50 forint, ne felejtsétek el, ez nagyon, nagyon klassz. Nagyon szeretjük a férfi kollekcióból a citrustonik illatot, és ez most hallatlanul jó árban van, törzsvásárlói áron 1600 forint. Ebből többet vettem, mert ez nyáron egy sláger termék, sőt, van egy barátnőm, aki ezt a férfi kollekciót használja. Szerintem ez unisex illat, egy ilyen citrusos. Próbáld ki, vegyél mintát, és próbáld ki, lehet, hogy bejön neked is. És ami még a katalógusnak egy nagyon nagy ajánlata, az Eclat Femme Weekend. Ez egy nagyon klassz nyári, igazi nyári illat, egy elegáns, kifinomult, Párizssal összekapcsolt, párizsi képekkel összekapcsolt illat. Most nem jut eszembe, milyen illat, pézsmás, nem, moshúz van benne, barack, barack van a fejegybe. Nagyon kellemes, tényleg nem azt mondom, hogy egy tucat, egy ilyen finom, finom jó nyári illat, és 1600 forint, és azt hiszem az eredeti ára pedig valami 7500, tehát ez most hihetetlen nagy akció. Ha ilyen nagy akciót látsz az Oriflame-nél, hogy valamit ennyire nyomott áron megkapunk, akkor ne ijedj meg, az nem azért van, mert romlott, vagy senkinek nem kell, vagy ki tudja, hogy mi fordulhat majd a fejedbe. Szóval, hogyha, ez az Oriflame-nek ez egy ilyen marketing politikája, hogy minden kampányban egy-egy terméket valami állatian nyomott áron hoznak ki, azért, hogy minél több ember megismerje és megszerethesse. Úgyhogy ez egy szuper ajánlat, az Eclat Weekend, ebből kettő, sosem elég. És a katalógus végén van egy olyan ajánlat, hogy vásárolj bizonyos oldalakról, és akkor pedig egy bizonyos terméket mutassam meg, nem olyan fontos. Megmondja, hogy hanyadik oldalakról vásárolj, és akkor megveheted a mostani kampányban ezt a baromi nagy 750 ml-es tusoló krémet, ez nem is tusoló zselé, hanem krém, tehát a száraz bőrűeknek az örömére ez egy krém. Hát 750 milli, ez törzsvásárlói áron 800 forintért, most bontsd ezt le akkor így fajlagosan, hogy ebből mennyire olcsó, és nagyon jó. Úgyhogy ezt szintén ezt a nagyon finom, mandulateljes tusolókrémet nem hagyhattam ki. Egyébként azt kell előre a Loving Care sorozatról tudni, hogy nagyon kíméletes, és már kisgyerekek is három éves kortól. Mert kérdezitek gyakran, hogy van-e gyerekeknek való. Vannak gyerekeknek való dolgok, de a Loving Care sorozat, ami az egész családnak egy kíméletes és nagyon finom testápolás. És mi, ja, és még van itt egy újdonság. Ez a körömlak, ez egy körömlak javító körömlak. Tehát, hogyha mondjuk elrontottad a lakkozást, belenyúltál párnanyomatos, akkor ezzel a kis ilyen hibajavítóval tudod meg újra fel, vagy ha mondjuk elvesztette a fényét, akkor újra fényezni, vagy javítani a hibákat. Azt olvastam, hogy úgy kell használni, hogy egyik irányba is húzol vele, meg keresztbe, meg még egyszer, és kipróbáltam tényleg, és nagyon szép fényt ad a körmöknek. Tehát egy kicsit már úgy kezd a fény elmenni a körömlaknak, akkor ez az új termék. És hát ennyi volt, amit most vásároltam, és megmutattam nektek. Remélem tetszett, remélem máskor is velem tartotok, hogyha szeretnétek máskor is ilyen videókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha alul a kis csengő ikont is megnyomjátok, akkor értesítést kaptok, ha új videót teszek föl, e-mail értesítést. És hogyha az Oriflame online vásárlás lehetősége érdekel, akkor is keresetek bármelyik elérhetőségemen, szívesen segítek. Köszönöm, ha végignéztetek, sziasztok, szép napot kívánok!